Jaj, de jó lenne már tudni, hogy mi lesz ennek a vége. Hallja, ezt ha tudja, mondja el nekem is. Ahogy megszokhatták, mi kivisszük önök közé a politikusokat, és szembesítjük őket az önök véleményével. Legyen az akár jó, akár rossz, nincsen cenzúra. Az összedi beszéd óta 12 év telt már el. Ma Magyarország legmegosztóbb politikusával töltünk el 12 órát. Mire számít ma? Mi lesz? Rossz időre. Azon kívül? Hát maga kezében van sorsunk. Ez mondjuk így van. Jó, ha az én kezemben van a sorsa, akkor meg is kapja az első feladatát. Kérdezze meg az embereket, mi az a három dolog, ami eszükbe jut önről. Mi jut magának eszébe én róla? Bármit mondhat. Szépet, rosszat, mondja, hogy helyes csávó vagyok. Egy főzős könyv. Mi ez a... Jó csinálta. Adad, én vagyok. Magyaros ízek, valami ilyesmi. Az Gyurcsány a konyhában, de nem érdekes. Mit gondol maga róla? Hát az ezért, hogy nem nagyon vagyok benne a politikában, de azt tudom, hogy sajnos az ország az eléggé mostanában nem nagyon jól mennek a dolgok sajnos. Uh-huh. Tehát remélem, hogy bizakodok benne, hogy jobb lesz. Beszéltek egy percet magával? Persze, csak egy percet. Hallgattam, igen. Foti Mali vagyok. Mali, ez most Nordic Walking vagy? Egy frász. Frász. Hát ízunk egy konyakat. Dehogy ízunk, hát hány óra van? Délelőtt nem lehet inni. Nem? Nem. Maga nem itt? Este 7 után. Egy sör. Jó? Nem kell lehet írni a perce. Jó. Marika. Nem. A legjobbakat kívánok. Isten áldja. Marika. Nem. Mari. Mari. Vagy Mari néni. Mari, megismer? Hogy ne ismeri meg? Csinálunk valami kis műsort. Eddig mindig magára szavazta. Tényleg? Szavazni, mert egy hűséges ember vagyok. Mondjon valami rosszat is róla. Ha mégiscsak, mert nem lesz feszültség a műsorban. Nézd, rosszat nem tudok mondani, mert amit magáról össze-össze kiabáltak már, annál már többet nem lehet mondani. Nyomorognak az emberek, és azt mondják, hogy 2015 sem volt másképp. Ki tudja, hogy ki mire emlékszik? Én arra emlékszem, mert hál' Istennek a számok jól vannak a fejemben. Abban a 8 évben a reálbérek 26%-kal növekedtek, a nyugdíjak 40%-kal növekedtek. Erre én meg most azt mondom, hogy most nagyon jelentős minimálbéremelés volt, nagyobb, mint ami 2015. A ciklus utolsó évében. De tudja, 8 évet értékelünk, az elmúlt 8 évet értékelünk. Ezt a Fidesz szokta mondani, amit maga mond. Én most az ő álláspontjukat is képviselem. Így van, de az mondom, hát nem igaz. Szóval egyben indult 8 évet, annak az időszaknak az életszínvonal növekedése a legjobb volt 1990-től. Szociális kérdésekben nem kell, hogy szégyelje magát. Az a három kormány, amit a 8 évet kitöltöttem. Csokkolom, én a közigazgatásban dolgoztam, ex-miniszterelnök úr. Most írtuk alá. Én, amit kronológikusan, hogyha nézem a dolgokat, csak most egy picit nem fogom kimérni, de nagyon korrekt leszek. Ugye először is a privatizáció, ami nagyon vérlázító volt. Azt az ellenzék idején csinálták, nem önök a DK, hanem a volt szocialista éva csinálta ezt. Azon nagyon tömte vágták az országot. Hiába lesz itt a szavazás meg ilyes, mert biztos mindenki tudja, hogy a Fidesz fog nyerni, hát az egyértelmű szinten. Nagyon szimpatikus az, hogy egyszer megmertem mondani, hogy hazudtunk a népnek. Ettől imádom. Mert a másik azt mondja, hogy sose hazudik, csak hazudik folyamatosan. Hát a baloldali kormánynak semmiképp nem örülnék, azért azt gyorsan hozzáteszem. Aztán ami egy szintén csipi a szemem egy kicsikét, ez az úgynevezett bevándorlási dolog. Én hagyd kérdezzem meg a Soros úr, mint külföldön élő magyar állampolgár is. Ugye ezt ön is megemlítette, hogy a külföldön élő magyar állampolgárok ne szólhassanak bele Magyarország belügyeibe. Soros úr, milyen jogon? Ha a Fidesz most megnyeri a választást, ha egy dolgot kell mondania, hogy ez miért lesz, az miért lesz szerintem? Azt gondolom, hogy azért lesz, mert az ország lakóinak nagyobbik része abban a Fidesz által teremtett világban él, amely az ő számára még mindig valamekkora kiszámíthatóságot jelent, mert nem lát ezen világon kívül. Szóval olyan őrületes képességekkel, kapacitásokkal rendelkezik a világ átfogalmazására, elhazudására, manipulálására, hogy nem lehet fölvenni a versenyt. Ha fél egy egész ország Sorostól menekült, és azt gondolja, hogy ez a legnagyobb problémája, akkor oda fog menekülni a miniszterelnök kitárt karjai közé, hogy ja Istenem,
drága vezető védjél meg bennünket. Ez a hadugság politikája. A Fidesz gyakorlatilag a teljes ellenzéket, a teljes baloldalt ezzel írja le, legalábbis az emberek szemében, hogy önök beengedték volna a menekülteket. Nem bánja, hogy ebben a kérdésben ezt az álláspontot képviselték? Mit? Hogy kinyitottam a házamat? Földönfutók elől? Emberebbekké váltunk. Nem lehet mindent a hatalom oltárán feláldozni, mert ha ezt teszem, akkor olyan pokolfajzat leszek, mint a mai hatalom. Ez a helyzet. Arról mi a véleménye? Ugye összedi beszédről beszélünk nyilván. Utána ugye zavargások voltak. Nagyon sokan máig azt mondják, hogy az, hogy a baloldal nem tud talpra állni, annak részben Gyurcsány Ferenc az okozója, vagy nagy részt ő az okozója. Nem igaz. Azért nem tudják lábra állni a baloldal, mert képtelenek összefogni. Képtelenek összefogni, hogy mindegyik a maga pecsényét akarja csütögetni. Nem hiszik el, hogy ha nem fognak össze, az életben nem lesz leváltva az Orbán. És amikor leteszi az esküt, a nagy esküt a parlamentbe, akkor mindig az jut eszembe, na megint hogy fogják ezek gennyest eszedni magukat? Bocsánat. Ha nem kell bocsánat kérnie. Ez se jó, az se jó, semmi se jó az embereknek végül is. Mert nem nagyon tudok megélni az emberek. Nyomorognak az emberek itt ebben az országban. És itt jobb sose lesz. Esik még ez az eső, ugye nem? Akkor rászólaltatok valami, ne szerencsétlenkedjek ezzel. Köszönöm szépen. Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy már nagyon fázik, úgyhogy egyébként is azt terveztük, hogy lemenjünk az aluljáróba, úgyhogy most ezt tesszük, de előtte megkapja a következő feladatát. Na menjünk! Álljak be aláírásokat gyűjteni. Ó, hát ez kitűnő feladat. Gyerekek, nem kell mutogassátok ilyeneket is velem. Sokkolom. Mártok Katalin. Katalin. Mind a kettőt aláírtam. Aláírta már? Most kell nekem szerezem aláírásokat, az a feladatom. Olyan vagyok, mint egy ilyen iskolai szakkör, hogy most az a feladat, hogy... Azzal, hogy aki nem él Magyarországon, ne kapjon nyugdíjat. Ez nem csak az ukránokra vonatkozik, minden olyanra, aki nem él Magyarországon, és ne is szavazhasson. És nem gondolja, hogy... Amikor azt mondják rólunk, hogy magyartalanok vagyunk, akkor igazuk van? Nem vagyunk magyartalanok. Mi igazi magyarok vagyunk, itt élünk, itt dolgozunk, itt fizetünk adót, itt szenvedünk a munkanélküliségtől, én 3 diplomával utcaseprő vagyok. Balázs, segít nekem, vagy nem segít nekem? Miben? Például, ha az erdélyi magyarokról van szó, kettős állampolgárokról, akik valóban nem fizetnek itt adót. De ugye magyar származásúak, akkor egyetért ezzel, hogy ők ne szavazhassanak? Hát azok szavazhatnak, nem magyarok. És ha soha nem írtak itt, és nem itt fizetnek adót? Akkor nem. Balázs szeretné aláírni. Önnek azt mondja az önnek a pártja, hogy ne szavazhassanak a románok, vagy hogy nem. Van? Aki nem itt él, és nem itt adózik. Hát mi dönthessünk a saját dolgunkról? Jó, de neki meg az, igen? Az benne a fura, mert ugye most itt van, hogy a Magyar Világszövetség tagja. Mi gyűjtjük az aláírást, hogy ez a miénk. Ezt tőlünk elvették, vissza kell adni. Mit a régi Magyarországot. Régi Magyarországot vissza kell adni? Így van. És ki adná vissza maga szerint? Hát most olyan a Hágai Bíróság, hogyha nem elfogultak, akkor... Lehet, hogy magával nem lesz könnyű dolgom, de azért nekiállom. Az én pártom ugye mostanában azt mondja, hogy akik nem itt élnek Magyarországon, nem itt fizetnek adót, nem osztoznak a sorsunkban, ne szavazhassanak itt Magyarországon. Ha ezt utálja, vagy inkább támogatja, de mit gondol erről? Hát, magyarok vagy nem magyarok? Magyarok, de nem élnek itt. Hadd mondjam magának még valamit, azt utána maga jön. Én pápai vagyok, pápán születtem. Helyes Eszterházi birtok volt. Én sáros mondok, jól, a rákóciak nagyon szép. Ne jön egymás hatalában. De most maga most hol lakik? Nem patakon, de most nem patakon. Egyelőre elcsaltak ide ülőre. Na. Én maga, oké, maga szavazhat Sárospatakon a polgármesterre, miközben rendes Sárospataki? Hát nem. Jogilag nem, mert kerületileg nem maradtam. Na, hát erről beszélek. Arról beszélek, hogyha valaki nem itt él velünk együtt, az miért mondja meg, hogy milyen lesz a nyugdíjrendszer? József. Nem az mondja. De ha szavaz, akkor megmondja. Nem az mondja meg, hanem ki mondja meg. Az majd, aki apró pénzre váltja, aki bejut a parlamentbe, majd az. De a szavazatával ő befolyásolja, hogy ki jut a parlamentbe. Magyar ember, nem? Értem. Nincs abban egy kis bicsaklás, hogy maga patakon nem szavazhat, mert ott területi el van? Nincs. Mert egy szavazat. És országos listára szavazat. Ha ön nekem szimpatikus, önre. Ha a
háromfarkú kutyapárt, akkor... Vajon, olyan nincsen? Olyan nincsen. Hát akkor kettő. Kettő, na hát... Ja, infláció van. Három magyarosság, József bátyám, viszontlátásra. Áldás békesség. Mind a két kezében. Áldás békesség. Örültem mindenki. Önöket is, technikus urak. Az nem, hogy adják vissza a régi Magyarországot. Ha nézze, aki egy ilyenbe belemegy, az előbb-utóbb Közép-Európában háborút fog csinálni. Én csak annyit kérnék, hogy az Orbánt valahogy teperítsa már el, jó? És jöjjön vissza. Jó van, puszilom. Jó, köszönöm. Csokkolom. Vagyok 13 éve. Persze. Most folyamodik magyar állampolgárság. Ez az ember ugyanolyan, mint a többi politikus, lopott. Ismer minden politikus? Mindegyiket ismer. Köszönjük. Hát maga egy kiváló ember. Nyilván, hogy mondjam, vannak zavart gondolkodású emberek, hát ők is a világ. Meg tudják ezek bántani az ilyen vélemények? Uh-huh. Nem. Nem. Mondjuk, ha nem lenne politikus, akkor nem kéne ilyesmivel szembesülnie. Tehát ennek a szakmának a része. Uh-huh. Szóval én tükrömet én tartom. Jó, csak kíváncsi voltam, hogy megérinti-e, rosszul esik-e, vagy már lepereg. Úgyja. Aki ezt nem tudja elfogadni, az nem menjen el politikusra. Persze. Hát ez, úgy tetszik, benne van a fizetésünkre. Szóval, mint egy gőzhenger úgy működik, de Orbán Viktor tesz a Fideszt most nem sikerül legyőznie. Most tudjuk egyelőre. Hát nem tudjuk. Ki tudja azt, hogy mi van a választók fejében? Én sem tudom. De ön bízik valamilyen fajta csodában? Ez nem csoda. Milyen a csoda? Tényleg elveszíthetek 45 választókerületet. Hát, olyan iszonyatos düh van az emberek egy részében, hogy hajlandóak bárkire szavazni, amilyen a Fidesz. Ez a gyenge pontja ennek a rendszernek. Van itt bent még egy kameránk? Mi forog? Itt most ez az egy forog. Csak az forog. Uh-huh, igen. És? Elég lesz? Nekem. Éppen egyel több, mint ami nekem elég lenne. Ugye 2014-ben is már az összefogásnak, a közös listának az egyik neuralgikus pontja az az volt, hogy most Gyurcsány Ferencet erre felengedjék-e, rajta legyen-e ezen a listán, vagy nem. Tehát rendkívül megosztó személyiség volt, és igenis, a baloldalon minden egyes párt azon gondolkodott, és azon tipródott, és törte a fejét, hogy na most többet nyereke, vagy többet veszítek-e azzal, hogy Gyurcsány Ferenc fent van a listán. Természetes, hát kalkulálja. Szóval nézze, nem nekem kell megmagyarázni, hogy a végén miért lettünk sikeresek, és az a konstrukció jött létre, amelyben helyet kellett hagyni a DK-nak. A DK azt írta el, amit akart. Önnek mi a fontosabb? A DK hosszú távú felépítése, vagy egy mondjuk azonnali kormányváltás? Igen, az a kérdés, én szerintem, hogy az a két cél, ez összeegyeztethető-e vagy sem. És ebben a Momentumnak, meg a DK-nak gyökeresen különbözik a helyzete. Tudnélik. A DK 60 helyen azért nem indít jelöltet, hogy a végén egyetlen egy demokratikus jelölt maradjon. Ön mit tud? A Momentum hány helyen nem indít jelöltet? A Momentum egyelőre úgy indulnak, hogy most még mind a 106 egyéniben tehát, saját jelöltet tehát van. Tehát valóban a Momentum esetében az a helyzet, hogyha elindul mind a 106-ban, rontja a mi esélyeinket, azzal, hogy a DK lemondott 60 helyről, és megalapodott az MSZP-vel, azzal építi azt a végső célt, hogy mindenütt egyelőtt legyen. Tehát nem állítottuk szembe a saját érdekeinket a kormányváltás érdekét. Orbán Viktor és ön ketten olyanok, az, akiket gyűlölnek vagy imádnak. A többi politikussal kapcsolatban nincsenek ilyen erős érzések. Sehol, sehol. Túl van ön már összöthagyatéken? Mindenem túl vagyok én már, kérem. Én, amit csinálok, abban pokolian hiszek. Ivel arról tud beszélni, hogy tönkretették a hazámat. És lehet, hogy Orbánnak nincsen őszinte beszéde. De tönkretette a hazámat, és a sokkal nagyobb bűn, mint egy őszinte beszéd. Mi megkérdeztük a helyi nyugdíjas klubot, hogy vannak-e itt a környéken olyan, akiknek tudunk segíteni. Úgyhogy ez a hölgy, nem árulok el ezzel titkot, ő tudja, hogy jövünk hozzá. Azt nem tudom, nem tudok semmit a hölgyről, és nem tudom, hogy mit tudunk neki segíteni, de most meglátogatjuk őt. Kizé, csokkolom! Szép jó napot! Csokkolom. Gyurcsány Ferenc vagyok. És hogyan szólíthatom? Ildi.
hajléktalan lettem. Hogyan? A férjemmel együtt. Hát kitettek a lakásból minket. Hogy a csodában lehet, lehet innen kitörni? Hát, nem tudom. Hány éves most? 50. Nem mondja. De igen. 50 éves? Igen. Hát rendesen meggyötörte az élet. Nagyon. Nagyon, elnök úr. Ön azt gondolja, hogy az önkormánya idején elértek jobban a szegényekhez? Abszolút. De erre van adataink ráadásul. Tehát olyan adat, hogy a mély szegénység hány embert ért el, hány gyermek éhezett akkor is. Most erre megfogható adatok vannak, itt nem nekem kell hinnie, hanem a személynek. Az az időszak volt az egyetlen, de a rendszerváltozás, nem csak a rendszerváltozás óta, hanem a 80-as évek eleje óta, amikor a leggazdagabbak és a legszegényebbek közötti jövedelmi különbség először csökkent Magyarországon. Nem volt se előtte, se utána ilyen. Aztán persze legfeledésbe merülnek. Van még helyünk autóban? Van. Nem. Van annyi időnk, hogy bemegyünk közösen egy bútba, aztán bevásárolunk egy-két hétre? Köszönöm. Mert jobban járunk, hogyha maga velem jön. Mert ha én veszek valamit, akkor vagy jó, vagy nem jó. Nagyon köszönöm. Én tolom a kocsit. Maga meg pakol. Na, ez egy jó munka megosztás. Egy kis töpörtyű. Nagyon oh, angyalom! Ha ezzel meg lehetne oldani a maga problémáját. Szelfizünk? Leteszem az ágyra, jó? De szépen kipakol. Na, hogy kidőjön ez itt nekem. Édesem, nincs mit, amit köszönjük. Puszilom, drága. Köszönöm. Vigyáltam nekem magára, jó? Jó, van. Ne fázzon nekem, itt kint meg. Ennek a műsornak az a lényege, hogy a politikusokat váratlan szituációk elé állítjuk, a politikus soha nem tudja, hogy hova megyünk. De ebből az következik, hogy mi sem nagyon. Most, ahogy mondtam, egy nyugdíjas klubot megkérdeztünk, hogy kinek segíthetnénk, de mi igazából valamilyen fizikai munkára gondoltunk. Ami itt történt, az számunkra is váratlan volt. És bevallom önöknek őszintén, hogy egy picit rosszul is érzem magam tőle, mert nem azt akartuk, hogy Gyurcsány Ferenc bevásároljon egy rászoruló embernek. Ott abban a szituációban nem tudom, hogy alakulhatott volna másképp. Mennyire volt ennek nehéz vagy kellemetlen ez a szituáció? Vagy el tudta volna elképzelni, hogy úgy megyünk el, hogy nem tesszük ezt meg? Nem akarom, hogy bárki azt érezze, hogy egy mű dolog, és most azért bevásárolt, mert itt van három kamera körül. Mennyire volt dilemma ez? Ennek csak a nyilvánossága kell, legalább őszintén. Tehát nem fogja tudni semmi ezt úgy megcsinálni, hogy ne azt érezzék páran, hogy ezek azt hiszik, hogy ez egy ilyen szimpatikus, kellemes dolog. Segíteni kell, baromi sokat tesszük, és személyesen is, meg a DK is. Én általában azt szeretem, hogyha ennek nem nagyon van a nyilvánossága. Szóval az ember segít, az mi a csodának mondja el, az mi kettőnkre tartozik elsősorban. Hozzáteszem, sok ilyen helyzetbe kerülök az országi állás során, és majdnem mindegynek ez a vége. Gyuri, ott jön egy ember. Mit szól hozzá? Hát ön választ. Nem beépített, úgy látom. Csak ne menjen el. Drága Istenem, ne menjen el. Mennék már Balassagyarmatról. Hát akkor a következőt nézzük. Gyurcsány Ferenc vagyok. Jó napot. Szabó János vagyok. János, egy műsor csinálunk az ATV-nek. Nekem az a dolgom ebben a műsorban most, hogy meg kell kérdeznem ismeretlen embereket, hogy vár-e valamilyen változást a választások után, és ha igen, mit? És azt mondom, mit akar. Hát, nem maga vizsgálatik, én vizsgálatok, hogy ne jegyjen meg. Kormányváltást várok, természetesen. Maga azt vár? Oké. Okay. Mi lesz maga szerint jobb? Tehát valamit, mi van hát, a fejében, hogy mi lehetne jobb? Az lenne jobb, hogyha munka lenne, több munka lenne az embereknek. Aha. Több pénzre lehetne dolgozni, annyiért esetleg, mint Szlovákiában, vagy Németországban. Mennyi lehet Szlovákiában most már? Ugye? Hát másfélszerese. A másfélszerese. Az alapbér, úgy tudom. Jaj, de jó lenne már tudni, hogy mi lesz ennek a vége. Hallja, ha tudja, mondja el nekem is. Már jó lenne, hogyha túl lennénk rajta. Igen? Mert mindig a migránsok, a Soros, a szóval tele van a húcipőm. De nagyon sokan meg elhiszik, hogy itt hallanak, hogy a menekültektől csak a Fidesz ment meg bennünket. Hát én ezt kétlem.
Hogy kérdezzek fel, amit nem tudom, biztos látta. Faltól falig ki van plakátolva az ország ezekkel az óriás plakátokkal, igen, igen. Amelyen Gyurcsány Ferenc is szerepel, hogy ő fogja lebontani a kerítést. Tényleg lebontja? Dehogy is. De elhiszi maga? Ilyenkor, amikor látja a plakátot? Nem, de hát akkor miért találnak ilyen hazugságokat? Hát szerintem változás nem lesz. Nem lesz. De választás lesz. Választás lesz. De változás nem lesz. Nem, szerintem nem. Tudja, hogy lesz választás, ugye? Tudom. Igen. Magának van erről valami véleménye? Őszintén szóval nincs. A migránsok? Igen, itt laknak. Milyen migránsok ezek? Hát akik bevándorlók, hát ki tudja, honnan jöttek ezek, volt ez. De akkor ezek legálisan lakhatnak itt, nem? Hát legális, szerintem nem kell legálisan itt lakni, lakjon ott, ahol eddig lakott. Aha, és mi a baj, mondjam el nekem? Hát itt mászkálnak, fél az ember tőlük, hát most... Aha, már fél. Igen, de igen. Van balhé, verekedés, vagy... Hát szokott lenni, régebben volt, igen, de most én... Igen, volt. Fél attól, hogy elveszik a maga munkáját? Hát szerintem nem, mert nem akarnak ezek dolgozni. Nem akarok dolgozni. Nem. Hadd beszéljek magával egy percet. Most nem. Mondja. Ott ki áll előttem, Gyurcsány Ferenc. Mondja, visszahívom. Én is visszahívom. Kettő fogok visszahívni. Hát ember jobban nem lehetne, képzelje, hogy én vagyok mostanában. Na jó van, ölelem és puszilom magát. Csókolom, visszaadom Pali bátyámat. Palikám, maga jön. Ilyenkor mi 12 órára szoktuk elrabolni a politikust, most azonban nem tudtuk kikerülni azt, hogy lesz a forgatáshoz képest másnap egy kampányító nagygyűlés a DK-nak 3000 fővel, és hát erre bizony próbálniuk kell, úgyhogy a pártelnököt most el kellett hoznunk a próbára. De így legalább megnézhetik, hogy hogyan zajlik egy ilyen próba, mennyire bonyolult vagy egyszerű éppen az, hogy a pártelnök hogyan vonul be egy terembe. Miért nem próbáltak el eddig? Hát most megnézni a hangpróbát, hát én nem is értem. Ezektől kiborul az ilyen helyzetektől? Nem. Hát csak az, ha azt látja, hogy nem csinálták meg, amit meg lehetett volna. Hogy? Hát kollégák, üljünk le, helyezzük magunkat kényelemben, rendeljünk egy kis pörköltet. Nem kell rám várni, gyerekek. A bejelentés jöjjön. Nézzék, hogy honnan jön a csávó. Akkor átvált erre, és akkor jövök be. Megértettem, nagyfiú vagyok. Ide más recept kell. Ez az utolsó mondatom. Más recept kell. Bam! Hölgyeim és uraim! Elengedünk benneteket, igen. Csináljátok. Igen, szuper, mert mi még megyünk. Nem várt a viat. Kapcsolok. 26 csapó. Úgy látom, Gyurcsány Ferenc már most élvezi, hogy behoztuk egy kicsit az éjszakába. DJ-skedni is szokott, és én tudom, hogy arra számított, hogy megint DJ-skednie kell, de nem. Simán egyszerűen csak odaülünk asztaltársaságokhoz és beszélgetünk velük. De nem szórakoznak, nem veletek, nem kell megijedni, dobd el! Jöjjön ide mellett! Jöjjön! De ez a soros tett része? Nem, most ma én vagyok a soros angyalom, ma én vagyok. Eszembe jut az ötödi beszéd is, és azt esküszöm, hogy kedveltem. Meglepett. Most néztük meg egy fél éve, hogy hallgattuk meg, és... Az egészet. Az esküszöm, hogy tettem. Na, jó, de az egyben az egy rohadt jó beszéd. Ez egy jó eszköszön. Földal a borba, ha vannak benne pikás részeket, nincs hittem. Fanni! Hova ment Fanni? Elhagyott. Első kettőt a buli, és elhagyott. Ez történt. Szóval, hogy most hirtelenjében kettőtökkel beszéltünk, és mind a ketten mondtátok, hogy összedi beszélt, és mind a ketten mondtátok, hogy igazából ez tök szimpatikus volt, mert egy őszinte igazságbeszéd volt. És akkor mi gondoltok, hogy miért okozta mégis azt, hogy utána iszonyatos tüntetések voltak? Az emberek Magyarországon erre nincsenek felkészülve, hogy valaki kimondjon valamit. Azt szeretik, hogyha valami burkolva van eladva nekik. Az őszinteséget nem tudják annyira elfogadni még szerintem ebben az országban. Az ugye 2006-ban volt, ha ma hangzon el az összedi beszéd, ha már lehet, hogy teljesen más lenne a hatása? Igen. Nem így gondolod? Hát, hogy szegény Rihár nincsen benne a politikában, ha ezt mondja. Ma is ezen a hatása. Laci, te csináltál fényképet, mikor bejöttünk? Az első a diplomamunkád, a másik a demokratikus koalíció, a harmadik meg az őszödi beszéd. Apukám, az őszödi beszéd, de a nyerők közé tartozom. Az biztos, hogy mindenki tudja, az 100%. Nekem ez a három. És milyen volt az a beszéd? Hát az elég kemény volt, ütős volt, azt megmondom.
Ma többször vitatkoztam innen azzal, hogy legalábbis legyünk óvatosak a különböző vélésekkel. Egy olyan országban, ahol ilyen erővel nyomja rá az országra a maga véleményét a kormány, és lényegében az, hogy az a jó magyar, akivel egyetért, sokan érzik magukat egzisztenciálisan fenyegetve, ott legalábbis hihetetlen hiba határral működik egy közvélemény kutatás. Ő most azt mondja, hogy sokkal nagyobb az a réteg, amelyik most látás. Hát sokkal kevesebben vallják be, hogy az ellenzékre szavaznának, bármelyik ellenzékre, mint ahányan egyébként azt gondolják? Egyszerűen fog önnek válaszolni, és hogy szavamon tudjon majd fogni két hónap múlva. A Fidesz pártlistán 54%-ot csinált 2010-ben. 4 évvel később már csak 45-öt. Függetlenül attól, hogy mit mérnek, fogadok magával, hogy most 40 alatt lesz a támogatottsága. Miközben inkább 50 körül mérik. Mivel fogadunk? Bármiben. Kap még egy limonádét, maga meg vesznek egy pohár sört. Fogadjuk egy üveg testőbe, az mégiscsak elegánsabb. De milyen testőbe? Mert itt drágábban nem menjünk. Rendben. Ennyi. Csapó! Hát most én izgulok, hogy ezt meg fogja elcsinálni, vagy nem. Nem tudom. Vagy elmondom, megmondom. Ha nem, akkor nem. Szóval készültünk egy utolsó feladattal. Ezt most odaadom önnek. És egyébként most már a születésnapos is szeretné, hogyha megtenném. Olvassa fel! Egyszer már volt egy nagyon sikeres tánca, igaz, akkor a dolgozó szobája magányában. Megteszi, hogy most először az ATV nézőnek kedvéért a nyilvánosság előtt is eltáncolja. Megvan még a koreográfia? Ó, hát persze. Tudja, kinek a tánca az? Tudom, Hugh Grantnek. Hugh Grantnek a tánca a Love Actually-vel. Várok a belépőre. Jó. Ez jöttünk. Úristen! Nagyjából felismerni, hogy ki lehetek? Ez a feladatom, hogy megkérdezzem, hogy nagyjából látott-e már? Elnézést kérek, de nem tudom. Nem, nincs kapás. Ormán bátyja bekötödik a várba. Várba. Addig, amíg minket látnak, addig biztos, hogy lesz baloldal. MSZP volt, van és lesz is. Akinek a halál hírét keltik, az él a legtovább. Értem. És ezt tudja már egyébként, hogy kire szavaz? Azt is tudom, De nem mondom el. Mi se jöttünk volna ide, de ugye az volt, hogy azért 500 lakás, és én láttam a tervet, tényleg itt a posta, az orvosi rendelő. De itt most semmi nincs. Semmi. Azt jól érzem, hogyha olyan közegben van, vagy nem olyan hivatalos fórumon szerepel, akkor tájszólása van? Ki jött megint, észre se vettem. Ez ajándék szokott lenni egyébként, hogy ki milyen sok aláírás gyűjt össze, csak kérdezem. Menet közben is tudunk beszélni. Aha, jó. Az iskola felkészítette erre minket. De jó.